Hello, sziasztok! Ez nagyon jó, és ez Stellaris. Folytassuk hát a játékot. Őszintén szóval 2 hete nem indítottam el a játékot, bár felvétel volt belőle, de én akkor azt már egy kicsit előre dolgoztam. Hát meglátjuk, hogy mi az, amire emlékszem. Azt tudom, hogy most már ide lenne megtámadni valamelyik birodalmat, de ugye egy kicsit próbálom magamat még egyelőre összerakni energiaügyileg. Hát meglátjuk, mennyire sikerül ezt ebbe a részbe kivitelezni. Lehet, hogy már fel fog tűnni, de 1080 fényre próbálom meg ezt a videót most már megoldani. Mint a Darkest Dungeonben is most már volt olyan felvétel, ami 1080p-ben jelent meg. Remélhetőleg a kivitelezése ehhez menni fog. Videó hossza viszont nem lesz annyira hosszú. Maximum 1 órára fogom tenni ezeket. Ennek oka az, hogy ugye ez 1080p az elég sok helyet eszik, és más játékra is szeretnék időt fektetni. Következő kutatás szerintem kifejlesztjük a cannon-öket, hogy ne csak kinetikus fegyverek legyenek. Itt, hogyha valfaszkodni fogok a bal felső sarokba, az azért van, már ott van nekem a videó felvevőnek az ikonja, és egyszerűen nem férek el mellette rendesen, úgyhogy ott lehet, hogy lesz olyan, hogy kicsit szerencsétlenkedni fogok. Azért elnézést kérek, nem tudom, hogy más volt elni sajnos. Ja, úgy egyelőre csak lézereink vannak, meg ilyen disztruktornak a soló, úgyhogy kifejleszünk a cannon-öket is. Építőjünk befejezte közben a dolgokat, jöjjön ide és a kutatást is kivitelezhetné nekünk. Ugye az energiát az folyamatosan ezek eszik, de hol vagyunk. Ja, tényleg ott van egy ilyen kis... Hát fel se tudja, hogy ezek mik akarnak lenni, meg miért akarnak lenni, de lerohanjuk őket. Drónokat egyelőre nem akarom letámadni. Azért elég basszon néznek ki ezek a lézerek, meg disztruktor, meg minden. Jól néznek ki maguk az effektek így. Hát maguk ugye a hajók se egyannyira vészesen rosszak. Jó, veszteség nélkül viszont meg tudtuk oldani. Vissza kell mindig attól függetlenül javítani. Bár ahogy látom, full HP-n éltek túl. Maximum egy kis sérülést sikerült leszedni előnünk. Valaki megnyitotta a határokat. A lovak. Lovak megnyitották előttünk a határokat. Azon gondolkodok, hogy hogy kéne megoldani. Az a baj, ennek ugye van egy bazi nagy szövetsége. Konkrétan 5 tagból álló szövetség, viszont nem biztos, hogy belépne a harcba. Mindenki. Egy védelmi szövetsége az biztos, hogy van. Bele. De nekem meg ugye itt van ez, mint szövetséges. Hát az a baj, hogy flottám mindig nincs akkora se, hogy ezekkel elbírjak valószínűleg, nem hogy 2 frontos harc. Ha megbelép az a teljes frakciójuk, akkor ott igazából esélyem nem lenne. Hogy valahogy energiát a stabilizáljuk most, ez mindenképpen fő projekt. Nézzük elsőnek a napelemeket, meg hasonlókat, ezt mindenhova építettünk, mert ez elég sokat számít. Itt még űrállomásunk sincs, úgyhogy én ezt itt létrehozom. Megvan, itt megvan. Ugye hát volt egy újabb bolygó elfoglalásunk, azt hiszem ez a bolygó talán? Utoljára. Várjunk. Ezek háborúznak. Nem is látom, hogy kivel. Hol az Istenben háborúznak ezek? Ez az? Ja, ez az, jó. Így egymásnak esett ez a két mellettem lévő frakció, szóval északról egyelőre nem nagyon kell félnem olyantól, hogy nekem jönnének. Ez olyan szempontból jó nekem ugye, hogy a közvetlen szomszéd az pont, hogy jó, szuperior hozzám képest. Na volt pillanat. Na, volt közben egy pillanatnyi kis vágás. Vagy gyors kis beszéltünk egy-két dolgot. Itthon. Na, közben elkészült egy kutatás is. Nem sokan maradottuk le 3 napról talán. Na szóval, mit kutassunk? Maguknak, ezeknek a moduloknak jó hasznuk van, de nincs elég. Egyszerűen az, hogy építési sebesség az annyira nem vészes, mindenhol egyszerre flottát gyártani, szóval ez annyira nem viselné meg így a birodalmat. Inkább én amondó vagyok, hogy ezekkel ezekkel az ilyen plusz kiegészítőkkel többre megyek, ugye gyorsabban lövünk, gyorsabb a sebességünk, inkább ezeket fejlesztjük ki. Háború az itt remélhetőleg akkor le fogja fárasztani a fölöttem lévő 2 fajt. Ó, és még egy háborúba beléphetek? Nem, melyik lépett be még egy háborúba? Valamelyiknek itt még volt egy háborúja.
valakinek itt volt még egy háborúja, ahogy láttam. Na mindegy. Lehet, hogy valamelyik itt északi királyság. Na, plusz élhetőség. Annyira nem fontos, mivel a gyalabból minden bolygót ne tudunk élni. Energiafegyverek. Ezekkel ugye jó shieldek ellen, viszont maga a fegyverzet az elég gyenge. Plusz leader. Inkább a mondom vagyok, takarítsunk el egy-két blokkot, annak mi talán lesz is értelme. Itt pedig haladjunk tovább. Itt van energia. Pont olyan helyen, amit nem tudunk kihasználni, nem baj. Itt mondjuk jól lenne a plusz élhetőség, mert akkor ezt is már talán tudnánk kolonizálni, de nem baj, egy bolygón nem fog múlni a játék szerintem. Ellenben az energián azon igen, szóval azzal már valamit nagyon-nagyon kéne kezdenünk. Na, hova tudunk áttelepíteni innen baj embereket, ugyanis innen egy popot mindenképp el kéne hozni. Meg lesz itt az energia. Ezt el is felejtettem kitakarítani pont azt, amiért ide költöztem. Ezt gyorsan lepucoljuk. Hát ezt fejleszthetjük igazából nekik. Melyik kutatás kell jobban? Igazából mindegyikkel egyelő vagyok eléggé, úgyhogy... viszont ez most előtt egy... ugye az eltakarítás az elég sok energiát teszik. Úgyhogy az most egy kicsit megölt minket ilyen szempontból. Elvileg amúgy volt egy bolygó, amit elfoglaltunk. Csak most azt nem tudom, hogy annak hol van a popja. Te kapsz ide egy ilyet. Aha, ez az. Ez az, és ide még nem is tudtunk áthozni senkit se. Akkor ide megoldjuk a... Gemflanked... Jó, értitek. Ide áthozunk... hát, nem tudom, mondjuk innen egy popot. Ezt cseréljük ki. Ide mehet az a pop, ugye, és ezeket pedig... összetlen. És... ide. Legalább a főépület irányítására egy popot mindenképp be akarok dobni. Azt nem tudom, hogy az melyik. Ez az elvileg. Aztán többit azt még szépen megoldják itt maguk. Ez a bolygó amúgy, amit elfoglaltam tőlük, többnyire élelmiszer szempontjából lesz jó, bár abban még alapból jól állunk. Hát nem sok haszna lesz. Ez egy ilyen haszontalan kis bolygó lesz, de nem baj. Elfoglaltuk, az a lényeg, határkibővítésnek azért jó lesz. Ezt fejlesztjük is, mivel így megvan most az öt pop. Azt hiszem, hogy valamit kéne, vagy valamit tudok-e fejleszteni, mert esetleg az energián segíteni egy kicsit, de valószínűleg nem is kell, még vegyek egy kevés energiát hamarosan. Itt még mindig nincs meg az öt pop. Ezt akkor kicsit fejlesztjük, mert viszont utána megvan az öt pop, akkor ezt úgyis tudjuk húzni fölfele. Betaljam meg, ahogy nézem. Ahogy nézem, egyik bolygón se lesz. Ami engem egy kicsit zavar. Csak hát egyetlen egy bolygón lesz ugye, ahol Betarient is fogunk tudni termelni. Ott pedig már most neki is állunk a Betarient kitermelőimnek. Az 20 energiát fog adni. Amivel éppen hogy de kihozunk magunkat nullára kb. Úgyhogy... állunk velük a legjobban. Ezt áthozzuk ide, ezt áthozzuk... így, és innen áthozzuk ide. Sőt, ide szerintem azt fogunk pakolni egy-két rabszolgapopot, mindenképp. És... pillanat. Valahonnan át fogunk majd pakolni egy-kettő rabszolgapopot, azon gondolkodok, hogy mi az Istent akartam én tudom csinálni. Mert én erre most nem emlékszem. Army damage, ugye a szárazföld, hogyha szárazföldig eljutunk, akkor már flottát megvertük, szóval akkor már nehezén túl vagyunk. Shipbuilding speed. Nem azzal van a baj, hanem hogy nincs energiám. Maga a háborús költség, így a terület elfoglalás, az mondjuk jó lenne. Plusz egy unitit adnának a főépületek. Hát ez még egész jó dolog, úgyhogy én ezt inkább kifejlesztem. Gyorsabban tudjuk akkor így a unitit összeszedni. Itt ugye már megvagyunk, mivel ugye nem tudunk építkezni, jövünk át ide. Az a baj, hogy itt kettő energiát kapunk, az a rendszert el is viszi. Egy eltartásban. Ó, újabb ilyen attachmentek. Shield, shield, vagy shield. Az jó dolog. Több energiát fogyaszt és több költ.
több a költsége, de ugyanazt adja. Mi az értelme? Mindegy, kifejlesztjük ezt, aztán jó lesz ez a sima. Jó, most már csak mínusz egyben vagyunk így energiaügyileg. Ráadásnak most még itt is elkészült valahol egy űrállomásunk. Itt, ahol pedig ismételten lesz egy kis energia. Honnan hozzunk át rabszolgapopokat? Innen ugye már átpopoltuk azt az egy popot, amit akartunk, és ez nem is rabszolgapop. Ez is elkészült. Fenntartási költség. Az még egy olyan dolog azért, ami eléggé fontos tud lenni. Itt, ja itt mondjuk van betarián, ugye itt egyik, ja igen, ezért tudtunk már, itt már is készült az egyik. Ide kéne legalább kettő pop. Honnan szedjük össze? Azt még nem tudom. Itt egyelőre jók vagyunk. Hát itt ugye jó sok pop van, de mindegyik rabszolgának van dolga. Még így se tudtuk rendesen kihasználni a veszteleti. Szóval még ide is, még az a baj, itt sincsen összetermelődve annyi pop, amennyi kellene. Ezt kéne húzni. Nem lesz ez így jó, nem találok elég rabszolgát. Jó, ezeket mondjuk most tudnám húzni, de ez is csak élelmiszer. Valakivel találkoztunk, aki full ugyanolyan, mint mi. Úgyhogy én ezzel jóba akarok lenni. Remélhetően még sikerült is. Ugye megnézzük, megkeresjük itt a birodalmat. Ez mondjuk nem lenne egy szar épület. Ezt mindjárt megnézzük, hogy ez mi az Isten. Viszont én ezt az épületet inkább ide akarom rakni. Ezen a bolygón találtunk ilyen izet. Nem rossz bolygó, nincs rajta semmi áttakarítani valunk legalább. Ilyen szempontból elég hasznos lenne, viszont élelmiszer. Abban nem állunk ki. Abban mondjuk elég szarul állunk élelmiszerben, ha azt nézzük, most plusz 4-ben vagyunk csak. Bár mire lefogyna az élelmiszer, addigra már kb. Vége lenne a végigjátszásnak. Úgyhogy annyira azért nem viselne meg minket jó eséllyel. Itt pedig valamilyen energiatermeléssel kéne foglalkozgatni. Vagy a tempel. Legyen inkább energia. Jelenleg az volt ugye, hogy eléggé megviselt minket elsőnek. Inkább azzal kéne valamit kezdeni. Mi tovább erre. Itt az a baj, megint nem lesz energia hasznunk, de nem baj. Most azért energiában elég szépen sikerült munka stabilizálni szerencsére. Kutatóhajónak viszont nem tudom, hogy milyen munkálatokat kéne adni. Erre el kéne hozni. Itt még vannak olyan rendszerek, amiket nem fedeztünk fel. Azok például... Ja, hogy mi nem tudjuk, hogy milyen lehetőségek. Viszont találtunk ugye egy fajta, kivel jóba vagyunk. Talán ezek? Nem ezek. Hát... Hol az Istenben vannak azok? He? Keresem nagyon, de... Egy fajt elhagytam valahol. Speciális? Nem ezt akartam, nem mindegy. Megkeressük, mert kéne, hogyha olyan frakcióról van szó, akik esetleg pont hátban lennének valamelyik ellenségemnek, akkor az nekem hatalmas haszon lenne, csak hát meg kéne találni őket. Tradíciók nem... Ez se az, amit én szerettem volna. Hol az Istenben vannak ezek? Ja, itt vannak. Elvileg velük jobba kell, hogy legyünk, hogy olyan tematikájúak, mint mi. Hát vagy nem. Ja, itt vannak, nullás a szintünk. Két bolygójuk van, ezekkel nem sokra fogunk menni. Ah, itt vannak.
velük nem sokra fogunk menni kettő darab bolygóval. Igazából arra lenne jó, hogy egy 2-3 évre feltartsák az ellenfeleimet. Ráadásul annyira jóba se vagyunk, mint amennyire én szeretném. Viszont flotta gyártás. Azt most mindenképpen ezt ki kéne eszközölni. Jó, találkoztunk egy újabb fajjal, ezekkel nem leszünk jóba. És szerintem ezekkel se, mivel ezek is másabbak, mint mi. Ezeken a bolygókon van valami olyasmi, amit esetleg akarok készíteni. Jó lenne egy ilyen rabszolgaközpontot létrehozni. Ha van, ja már van, jó. Akkor... akkor ismételten az energiára fogunk ráfeküdni. És téged felrakunk így ide. Migráció, itt megy közben bezárta valaki a határokat. Hát igen, amit mondtam, ezzel nem leszünk jóba. Flottában mik vannak? Vannak cruisereink, destroyereink, másik destroyereink. Ez energia alapú, ez ilyen defender, missile-ok, energia korvett. Korvettekből hát még egy tizet kéne az energia alapúból mindenképpen csinálni. Sereg fenntartása az csökkent, bár abból pont nem volt akkora de hatalmas mennyiségünk. Pegasi Warrior, az is az a baj, hogy szárazföldi erőket pusztolná csak. Ezt fölfejlesztjük viszont. Na, 10 korvett az tuti. Ilyen energia alapú. Jó, elvileg akkor így most 10. Ja. Következő destroyerekből, defenderből van 5. Az energy alapból is kéne még azért csináljak szerintem egy jó párat. 5 van belőle, szerintem még egy 10-et. Elfogyott a nyersanyag, nem baj, egy darabra kell még, és akkor megvan abból is a szükséges mennyiségem. Opa. Mi történt? Véget ért a háború. Az a gáz, hogy ezek itt akkora birodalmat alkottak már itt fölöttem, hogy nem fog velük tudni elbírni. Mert hiába méretarányban nagyjából egyformák vagyunk, bár még abban is elég alattuk teljesítek. Attól függetlenül jóval erősebbek, mint mi. Még ezekkel sem biztos el fog tudni bírni. Mindenesetre ez a flotta elkészül, akkor lesz már az elég komoly erőm, viszont hát, flotta kapacitásban elég szarul állunk. Szóval abban mindenképp viszont kéne valamit még alkotni. Azt hiszem, hol tudnám húzni esetleg ezeket az épületeket, amennyek még haszna is van. Mindenképp a főfrontra akarom. Itt hányas? Hát 3-as, de ezt még fogjuk húzni akkor. Kolónia hajókat egyelőre nem fogok építeni. Ennyi kolóniába is örülök, hogyha el vagyok. Flotta kapacitásunk már túllépte a megengedett szintet. Kezdjük itt az északival, mivel hogyha innen jönnek az erősítések, akkor tök közvetlen harcba fognak keveredni velünk. Az lenne jó, hogyha ez a birodalom, amit de hát mondjuk ennek csak két üzeje van, itt biztos, hogy el fog férni mellette bármilyen flotta. Jó, elkészültek ezek a pusztumok. Robotika, ami hát ugye az élhetőséget segíteni, illetve bányászatban jobbak lennénk, vagy pedig inkább a fegyverzet. Legyen inkább a fegyverzet. Bár ezeket még egyelőre nem fogjuk használni, ez a későbbi játékmenetben lesz, hogy ilyen a fegyvereket is fogunk alkalmazni. Húzzunk ezen még egy szintet. Elvileg valamennyit ez is fog segíteni így a flotta kapacitásba, de igazából több fejlesztés kellene, ami erre irányul. Ugye megnézzük, hogy ez mennyit nyom egy ilyen kis épület. 75-ön vagyunk. 79, hát... Idén ezzel fogunk foglalkozni. Közben megadja magát, adatom a szék. Idén ezzel fogunk foglalkozni. Hogy akkor azt fogjuk növelni. Közben az építőhajónk ugye befejezte a dolgokat, és akkor átjövünk ide, és akkor itt is megcsináljuk, amiket szeretnék.
Az a baj, hogy már megint energiába szarul állunk viszont. Pedig két betarén is elkészült. Úgyhogy eszi ez a nyersanyagot bőven. Azt hiszem, hogy mi az, amit még esetleg tudnék segíteni ez ügyben. Itt nem igazán tudunk, itt se igazán tudunk annyira effektíven. Itt mondjuk még hamarosan lesz energia. Hát ezzel csak megölném magunkat. Ez vagy itt sincsen semmi olyan nagyobb energiaadó épület. Na, viszont háború tört ki ismételten északon. Ezeknek vonult neki... kivel háborúztak? Mindenkivel. Konkrétan. És mindenki ellen nyerést álltok, az karrier. Háborúznak velük. Ez kézisten. Uglak. Kézisten az uglak. Ó, és háborúznak velük? Na, ez érdekes. Így most nekik tudnék vonulni, gond nélkül, úgy látszik. Federációkat ezerre alakulnak amúgy. Ugye megnézem, hogy ki az, aki belépne mellettük a háborúba. Ezt most értem egyáltalán, hogy most miért vonultak azoknak így neki. Ahogy látom, itt a szövetsége az nem igazán vonult. Bár... Ugo Prakt az beállt melléjük, amelyik... egyik se. Akkor a Defender szövetség áll csak be. Aha. Nem. Kezd is ne az Ugo Plak. Vagy nem. Ja nem, ilyenkor saját magát is odaérő szövetségesnek, az úgy nice. Minden esetre ők most le fognak gyengülni, úgyhogy rájuk tudunk majd menni. Amint elkészült a flotta, én nekik is fogunk zúzni. Akkor valószínűleg ebben a részben már elkezdődik a háborúskodás. Végre ugye, egy 4-5 részen keresztül ment itt a boldog békeidők kb. Gyorsan viszont még az energián valamit kéne segítenünk magunkon, hogy ne legyen probléma. Közben itt alakulnak frakciók, bár többnyire jók vannak velünk. Úgyhogy igazából annyira nem vészes. Az a baj, több energiát nem igazán fogok tudni most kisajtolni magamból. Legalábbis szerintem. Itt mondjuk valamennyit tudnék, ezt szerintem meg is oldjuk akkor. Annyival is csökkentsük ugye a minuszt. Itt is lesz valamennyi energiám, bár nem sok. Az a kérdés, hogy itt mi helyére legyen energiám. Most azért nyersanyagom van elég, szóval az annyira nem vészes. Meg kéne viszont építeni. Átdobjuk őket ide. Így azért már több is effektívebben tud termelni. Oké, ezt is tudjuk fejleszteni, itt utána lesz valamennyi energiám megint, mert ugye azokat is följebb tudjuk építeni. Meg nem támadási szerződés. Jó, ennyit tudunk valószínűleg tenni, gyors építkezésekkel azért haladunk közben. Itt valamit esetleg, itt pont az energiát nyelte be, a bolygó ugye, amit majd kolonizálni akarok. Mindenesetre ezeket itt megépítjük, és akkor mellette fogunk haladni egyből már a flottával, ami elkészült. 100 hajót számlál, már mindig összpontba. És 3800-as erő. Remélhetőleg ez elég lesz. Hát, nagyon remélem legalábbis. Ki kéne hirdetni a háborút. Ők lehet, hogy be fognak menni mellettük a háborúba, ami nekem nem annyira jó, viszont... Behívjuk a szövetségesünket is. Aki pedig úgy fogja megkapni a dolgokat. Neki is mindenképp egy bolygót kell adni. Subtrokot meg fogja kapni, valószínűleg. Ami mindig nem elég neki. Kuntit, mit szólsz hozzá? Jó, két bolygóért már be fog lépni a háborúba. Borszot nekem meg kéne szereznem. Úgy már nem. Az jó dolog.
nekem nem lesz nagy hasznom ebből a háborúból, azt már látom. Bifham, az mondjuk jó lenne még nekem. Azt sikerülne megszereznem. 103. Hát annyi nem lesz nekünk meg, de... arra jó lenne, hogy ugye kutatás közben el fogna majd készülni nekem. Mennyi idő az még amúgy? Ja nem azt kutatjuk, az jó dolog, akkor egy bolygóm legyen csak. Mert ezek parasztok és nem hajlandó belépni mellettünk. Csak úgy. Mert amúgy eléggé nagy parasság, amit hogy ennyire nagyon nem lépnek be. Mindegy, ők mindenképp megkapják akkor a kuntit, mondjuk. Ez hány pont? 37? Hát milyen bolygó volt? Akkor szabtakot fogjátok csak megkapni. Az is 29 mondjuk, de nem baj. Szabtok meg mondjuk a Stabaula valamit megkapjátok. Az is kurva drága lesz. Jó, akkor ezt nem, mivel hogy ezt nem igazán értékelitek. Az előbb még erre igent mondtatok, de tényleg ne zavarjon titeket. Az előbb mindenre igent mondtatok, csak mondom. Ezek hülyék. És tényleg nem értem, eddig igen volt erről az egész izé. Na jó, meglátjuk, hogy így elfogadják-e. Beírom egy bolyóba. Nekem ilyesz volt, de te nem akarod elfogadni. Pedig aztán én kurva keveset kérek. Oké, beléptek mellettünk, mondjuk amennyi bolygót kaptak, hát már nyakon is vágnám, hogyha nem. Remélhetőleg elég erős flottájuk lesz. Én minimális dolgokat kértem csak kb. Nézzük, hogy mellettük még kik léptek be, bár valószínűleg csak az egy. Ja, viszont két fontos háborút vív, meglátjuk, hogy mennyire fog velünk elbírni. Ugrunk a borszra. Lehet, hogy nem fogjuk amúgy megvárni a teljes minden bolygó elfoglalását, hanem csak így gyors kikérjük magunknak a bolygót, és akkor ott hagyjuk szarba a társainkat, hogyha már ennyi mindent kikértek ők meg maguknak. Akkor vállalják azt, hogy akkor harcoljanak ők. Mekkora flotta van ott már, most már látjuk. Nem látjuk. Jó lenne pedig kiszúrni a flottáját, hogy hol vannak. 3900-es flottába jön a szövetségünk. Az úgy erős lesz, hogy 2000-es flottába össze tudunk fogni. És kéne gyártani még támadó seregeket, elég sokat. Saját birodalmamból, mindenképp. Ez 1100-as erejű űrállomás, az gyorsan le fogjuk zúzni. Mert hiába 1100-as, mert 3800-as, szarra fogjuk lőni. És itt van a szövetségesemnek is a flottája, elég erősek, battleshipek, némi korvett, igazából ők nagyobb hajóval operálnak, én nagyobb tűzerővel, olyan szempontból nagyobb tűzerővel, sokkal több ágyunk van ugye. Közben befutott egy 4600-as flotta. Jó, azzal majd érdemes lesz így, vagy érdekes lesz így harcolni. Minden esetre kéne akkor gyár... Azt várja, viszont... Most rálátunk a flottájára. Mikkel operálnak? Némi missile van. De inkább csak cannonök. Cannonök, amik armort ignorálják, shieldre pedig nagyobb damage mérnek. Hát ha az armort ignorálják, akkor igazából mindegy, akkor ugyanod vagyunk. Lényegtelen, hogy mi defenderökkel mondjuk van valamennyi torpedó. Talán annyira nem lesz gáz, hogyha csak torpedósokkal jönnek. Mindenesetre nem tudom, mit kéne akkor hozni ellenük. Mennyire vagytok felszerelve shieldek szempontjából? Hát kettes shieldek, armort is valamennyit kapott. Jó, elkezdjük gyártani ezerrel a... Hát nem tudom. Igazából korvetteket szerintem, energia alapúakat.
Nincs elhárítójuk, nincs elhárító rendszerük. Torpedókor vettek. Akkorákat fognak robbanni, hogy beszakad az arc üregem. Nekünk meg ugye van valamennyi elhárítunk, ugye el jutnak hozzá ki javarészt, bár azért valamennyi torpedót benyelünk most. De így, hogy kettő flotta lövi, azt a szerencsétlen uralom, hogy gyorsan át fogunk menni. És hogyha lesz annyira hülye az Emmy, és megpróbál... Aha, megpróbál. Beugrik a flottájával. 7000, majdnem 8000-es flottával néz szembe így most. Remélhetőleg be is lépnek a harcba a szövetségeseink, ha nem, akkor nagyon megszívtuk, de szerintem befognak. A ránk follow voltak. Ez easy lehet, hogyha nem tud elmenekülni. Közben egy kutatás elkészült, nagyobb vágyuk, és megkezdődött a harc. Jó, sziasztok, te veletek még jóba is lehetünk. Autocannon, végül is húzzuk, mert hát kapunk valami olyan dolgot utána később évben, ami hasznos is. Missile lock, hol valamennyit ki tudunk lőni szerencsére. Nincs akkor a Defender flottám sajnos, de az elég sok mindent meg tudunk egy ártani. Együk flottáját úgy szét tudjuk verni, hogy igazából nem nincs támogatása. Elmenekültek a maradék hajói, és mindjárt megnézzük, mekkora kárt tudtunk okozni. Plazma fegyverzet, ugye komolyabb lövésekhez. Illetve, hát kifejlesztjük ezt is, hát ennek is van valami további szintje. 6500 üzenet itt van, valahogy át kéne nézni, hogy mi az Isten van egyáltalán. Ez nem fontos, nem fontos. Nem érdekel különösebben. Itt egy combat. Itt ugye... kettő hajót vesztettem. Még az ellenség... hát eléggé sokat, ha azt nézzük. Mondjuk annyira nem vészesen, hogy hetet lőttünk ki a korvettjeiből. Igazából a flottájának az ereje az jócskán megmaradt. Itt meg hát ugye ezt a kettőt a szrongja lőttük. Minden esetre gyere ide. És foglaljuk el azt a bolygót mindenképp, minél gyorsabban. A szárazföldi csapataink hol az Istenben vannak? Nem vittem messze. Ugorjunk ide vele. Egyelőre Lander mi. És akkor... mi az Isten az ott? Ja, jó. Azt nézem, hogy további ellenséges flották nincsenek valahol. Ide ugrott ugye mindig 4000-es flotta, szóval egy-egyben mindig nem mernék neki menni úgy különösebben. De azért ezt már úgy megérezte elég rendesen. Az a kérdés, hogy tudja egyesíteni ő is a flottákat így a társával. Valószínűleg nem lesz rá nagyon ideje. Ezt a bolygót gyorsan be tudjuk majd venni. Szeretném megadni a szövetségesemnek is a bolygóit, mivel hogy most tényleg nagyon nagy hasznát vettem annak, hogy itt volt ez a pazi nagy flottája, mekkora rohadt nagy hajói vannak, te jó Isten. Mennyi rabszolga lesz itt. Hiába ugyanúgy néz ki a faj, attól függően, hogy nem a mi fajunk, úgyhogy engem különösebben nem fog izgatni. Jó lesz rabszolga fajnak. A torpedó korvettjénk folyamatosan elkészülnek, de hozunk még belőlük. Nincs semmi deflektor. Nincs semmi Defender fegyverzet rajta neki ugye. Ezért ez egy eléggé nagy előny nekünk. A flottája az ellenségnek tovább ugrott valahova. A hova résszel még gondok vannak, de valahova elugrott. Errefele, fölfele azt láttam. Valószínűleg ide jött át az Ugatlarra, vagy valami ilyesmire. Jó, gyártja közben a hajókat. Ez annyira nagyon nem zavar minket. Szárazföldi csapatainkat jó lenne így idehozni. Mennyi van még vissza a army képzésből? Sok, de ennyi elég lesz. 10 csapat elég lesz, elméletileg. És... jöhetünk ide a bolygóra partra szállni. Ide érkezett a 4800-as flotta, itt a társának, és ide befutott meg a másik. Bazzek, 11000-es erő a mi 8000-esünkkel. Nézzük meg gyorsan, hogy a társának milyen flottái vannak. Ugye ezeket már láttuk, viszont itt van valahol még egy másik frakciónak flotta. Nem, ez egy flotta. Mi a fasz? Jaj, csórikem. Hát ez becumta. Beugrott ide a másik háborújából lévő flotta. Ugye ő két frontos háborút vív, és ezzel most nagyon megszívtam, mert közben még a másik flottája is beugrott.
Úgyhogy igazából 4000-es floptában néz szembe egy 15000-essel nagyjából. Hát esélye nem sok. Szarrá is lőjük konkrétan. Még a shieldeket sem tudták levinni rendesen. Egy-kettő hajóm azért fogyogat, de mondom, ezek így elnéznek mellettünk, meg se próbálnak beszállni a harcba. Ha véletlenül nyernek, darabokba lőnék őket. Hát ez csórikámnak semmilyen nem maradt konkrétan. A konstruktőr hajóm elkészült, viszont pont le fogom szarni ezt a konstrukciót. Vagy kutatásokat, amik visszamaradtak. Ide jövünk, ezeket ki fogjuk kutatni, hát ha van olyasmi, amit esetleg tudnék belőlük szerezni. A konstruktőr hajómmal pedig haladunk közben tovább errefele. Ötösen építkezgetünk. Nagyon sok hajón megvan még. Valamennyi korvettet persze vesztettem, ilyen 11 párakat. Ám még annyit sem. Egy-kettő hajót vesztettem összesen talán. Még most igazából elpusztult a flottája. Egy cruisert, meg kettő korvettet megint. Úgyhogy ez így elég könnyűnek néz ki eddig. Megnyitották a határokat előttünk. Ezzel előbb zártátok be, de semmi probléma. Újabb háború tört ki. Függetlenséget garantálják, hát azt próbálhatjátok. Energiaügyileg viszont szarul állunk, úgyhogy az ügyben kéne bizniszelnem a szövetségeseimmel, hát tudnak nekünk valamennyit adni. Legyen. Jó lesz itt valamennyi, ezzel nem lesz probléma. Csillagtérkép, aktív szenzor. Ó, háborúban vagyunk, úgyhogy ez miatt mindenképp aktív a szenzor. Ezt jó tudni. Energiából instant adunk nektek. 538-an van, ezért légy szíves, amennyi energiát csak úgy tudsz légy. Na úgy, 590, az még jobban is jártunk. Azzal most már egy ideig azért el vagyunk. Jut eszembe, a szárazföldi csapataim remélhetőleg nem ugrottak neki annyira erősen még a bolygónak. Hát? Az előbb itt volt egy bolygója. Ja, ott van. Itt azért néztem. Azt hittem felosztatta a bolygót. Még az se lenne fasság végül is, konkrétan az egyik győzelmi pontom az így kiesne. Te pedig miért akadtál el? Ott a világ másik felén konkrétan. Gyere! Nem tud oda jönni, mert hogy van ott ellenséges hajó. Pont nem érdekel. Gyere ide! Ja, nem jó helyet jelöltem ki neked, de mondjuk az elég az. Majd beküttelek a főflotta ellen. Igazi erős kutatóhajó lenne. Flottája az teljesen megsemmisült, konkrétan semmiük nem maradt. Ráadásnak mondjuk a másik birodalom ellen még nyerésre is áll elméletileg, bár nem látom azt a hatalmas győzelmi esélyeket. What? Ja, ide értek a szárazföldi csapataim. Ez easy lesz az a bolygó elfoglalás, és közben building flotta fenntartásra csökkentjük, 8-al tudtuk itt csökkenteni igazából most. Jó, ez a bolygó megvan. Így most, hogy ez a bolygó megvan, el kéne foglalni minden bolygót, amit így kijelöltünk a célok között. Amúgy, ha kivesszük a... Nem kell neki a megszegyenítés, azt mondja. Ja nem, ez alapból mindenképp benne van akkor. Igazából még azt se tudnám mondani, hogy megszegyenítjük őket, annyira nincsen semmilyen pontunk jelenleg. De el kéne verni a másik flottáját, ugye ezeknek a flottájában még nem találkoztunk, de ezekkel. Fogunk. Várjunk? Nem, ezek másik fajok, szerintem. Ezek nem azok, ezek valami teljesen más faj. Akiknek missile-okkal vannak felszerelve. Jó, akkor legalább ezt is tudjuk, hogy itt van akkor egy... Ez a lovas faj, ez missile-okkal operál. Csak missile-okkal, szóval ezeket teljesen kontrollálni tudjuk majd, hogyha arról lesz szó. Verjük szét a Wiffhamon lévő bolygót is, szerintem. Mert ezt lehet rá kéne bízni az ő fajukra. Sőt, ebből az is lesz jó esélye, vagy nem? És mit csináltok, fogócska? Nem, már ugrott a teljes flottájuk, jó? Kicsit meg vannak sérülve a hajóink, némelyiket szarrá lőtték, de nem baj. Most azért elég durva erővel rendelkezünk. És az a jó, hogy itt legalább az emmének most már van annyi esze a játék legelején, azért mikor kiadták a játékot,
204-es flotta, jó, az 7-ig fogja lőni, de nem baj. Pár hajót ki kéne képezzek külön, amik külön rally pontjához fognak menni. Kivesszük ezeknek a Honfleetnek kivesszük a rally pontját, és a főbolygónál fogunk tárolni valamennyi, tárolni, hát létrehozni valamennyi hajót. Nem sokat, én azt mondom, egy 5-10 hajó elég lesz. 3 darab hajóval egy hétig fognak minket lőni, úgyhogy annyira nem lesz vészes. Az érdekes, hogy az űrállomásai azok mind rakéta alapúak, viszont rakétafegyverzet akkora nincsen neki. Szóval nem is értem egyáltalán, hogy miért rakéta alapú űrállomásokkal operál. Egy-két hajót lehet kifutlőni, bár ahogy néztem, amúgy a szövetséges út is elég jól nyomja olyan szempontból, hogy a korvettjeivel sokat tankolt nekünk eddig. Mondjuk a korvettjei meg is fogytak, most már csak nagyobb hajói vannak. Szétlőjük a fő bolygóját. Utána pedig fogunk szépen erre vonulni folyamatosan. Ott volt valami bolygó, vagy sereg, amit flotta, amit nem láttam most így hirtelen. Úgy közben gyűjti ám az erőket. De mi ez a 6000-es erő itt? Meg miért nem csinál vele valamit? Tudom, ma ti háborúztok. Lehet, én tévedek. PSC Warrior elérhetőség inkább ez. Arra most annyira nagy szükségem nincs. Közben az építőhajóm is befejezte a munkálatokat, úgyhogy ennek is kéne adni további feladatokat. Ó, annyi nyersanyagom sincs, hogy ezt megépítsem. Oké. Lehet, vissza fogunk ugrani amúgy ide a főflottába. Szét fogjuk verni ezt a pár hajóját, mert kezd zavarni. De igen, az én flottám az pár század vesztett, de szerintem mi mindig elég erősek vagyunk. De szövetséges a flottája, ez még szerintem nőtt is. Megkockáztatom. Itt azért elég komoly védelem van, illetve én fel szeretném szabadítani a szövetségeseim flottáját. De ezeket ti nem háborúztok? Nem, neked ez a szövetségesed. Na, az úgy fasz a dolog. Akkor konkrétan elértem azt, hogy a ő szövetségese az... így ugye megy a harc. Ő szövetségesére followolt rá, és ez miatt nincsen harcba a flottájuk. Konkrétan két háborút buknak el, és most ez egy kis ilyen emlék hülyeség, de ez van. Gyorsan is menekülnek, ugye a flottámat felszabadítottam. Hol az istenbe vagy ma megint? Réd vagy jó. Kutass ki azokat a pontokat, mert itt kurva sok pontot fogok tudni összeszedni szerintem. És amíg nem készülnek el a flottáim, ugye akik fogják ezt tartani, addig nem igazán akarok innen elmenni. Bár szerintem most már el is mehetek lassan. Kijelöljük ezt új rally pontnak. És gyertek ide! Azért 7 hajó, mire ide érnek, igazából lesz kb. 10. De basszus, ezek folyamatosan gyártják ide nekem. Szét kell lőnünk mind. Nem, várjál, innen nem tudnak gyártani. Honnan gyárthatnak? Nézzük meg ezt a bolygót. És ugye szétlövöm az összes űrállomást igazából. Bár jobb lenne szerintem egyből neki szúrni ezeknek. Energia az megint vészesen fogy amúgy. Már jámott a gangbang. Mindenki lő mindenkit. Hol van itt a harc? Hol volt itt a harc? Mert már szétlőttük. Ez kinek a flottája? 300-as flotta van ott, ami az övé. És itt van egy bolygó. Van itt egy űrállomás, ezt szét kell, hogy lőjük. Opa, pa, 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 pa. 5100-as flotta nekünk rongyolt, úgy ahogy van. Melyik bolygón? Borson. Ezek kinek flottája? Ó, itt ideért a szövetségeseinek flottája. Ha ezt is szétverjük igazából, akkor már nem lesz ellenállás. Basszus, ezek full missile-on vannak. Kurva nagyot fognak hitelni ránk, de van valamennyi elhárító hajunk elméletileg. Aha, 5. 5 darab elhárító hajunk van.
remélhetőleg a szövetségeseimnek kicsit komolyabb elhárító rendszere van. Nyugodjék békében, meghalt a szövetségesemnek a... Jó, ez arra jó lesz, hogy feltartsuk őket. Még ide ér a flottám. Be fogunk tudni futni talán. Bazzeg, mekkora flottájuk van ezeknek, ezek őrültek. Basz meg. Ez egy 23 transport. Zúz neki. Kettünk flottája bőven elég. Arra, hogy szétverjük. Beáldoztuk így most mondjuk azért kutatóhajónkat is, meg azt azért is, de megérte. Kettőnk flottájával szét fogjuk darálni a gyereket. Durva károkat fogok hozni, mert misszájlokra nincs elég elhárító rendszer. Valamennyit kilövünk ugye folyamatosan, de nem az igazi. Egyelőre még az a helyzet nyerésre is áll. Hát a nagy hajóimat már kibaszta. Viszont a szövetségeseimnek full nagy hajói vannak szinte, úgyhogy... Bazzek szétlőni kezd francba. Nagy flottája elmenekült, jó. Nem értem az okát, hogy miért menekült el, mert igazából ő állt nyerésre, de elhisszük. Sokkal több, hát nem azt mondom, hogy sokkal több veszteséget szenvedtünk, de vesztettünk bőven. Az egy ezres pontot elvesztettünk. Ő neki is azért lett valamennyi vesztesége, de nem annyira sok. Utána kéne menni minél hamarabb. Merre menekülhetett a flottája? Valószínűleg a Biffham felé. Igazából az az egyetlen terület, ami ugró távon belül van. Megyünk a Biffhamhoz. Közben elkészült az új kutatóhajóm. Anomáliás használunk, mivel annak még talán értelme is van. És jövünk így erre. Sajnos a pár korvettemet újra kell gyártanom itt majd a környéken. Elég durva misszájlokkal rendelkezett amúgy ez a flottája. Ezt nem tudjuk. Elég durva misszájlokkal rendelkezett ez a flottája, szóval azt, hogy kikutatjuk, akkor abból lesz is valami kutatásunk, úgy pozitív. Te leszel az új rally point, gratulálunk. Jöhetsz ide, illetve ezeket a hajókat is így ide hozzábasszuk. Valamint gyártunk még akkor... Ilyen félig meddig feles, bár nem sok haszna lesz itt a felesnek. Meggyengültünk nagyon, az a helyzet, nagyon meggyengültünk. Tovább ugrod valahol a flottája? Volmárdúrra tovább megyünk, hát ha ott lesz valahol. Szövetséges elvileg követ minket, szóval annyira gáz nem lehet. Az nem érdek az 6800-as flotta most. Karavonra mehettek talán. Szinte tudja, hogy a karavon lesz a bolygó, ahova mentek. Próbálják ugye visszafoglalni ezt a bolygót. Én ilyen egy-egy hajókkal próbálkozok csak feltartani ideiglenesen. Tök jó, hogy elpusztítottam egyetlen egy hajóból át. Nincs egyszerűen elég hajóm, hogy folyamatosan tartsuk. A rally pointot kijelöljük neki. Valahogy el kell pedig pusztítanom ezeket. Ezekből meg ugye nem nagyon kapok warscore-t, hogy ilyen kis szarokat vadászom, de muszáj egyszerűen ezeket is levadászni. Karavonra ugrott talán tovább, ott volt egyedül űrállomása, azt hiszem. Ugye az utóbbi időben, környéken. De ebben meg tudja javítani a flottáját, szóval már lehet, hogy későn is fogok odaérni amúgy. Konstruktor hajón elkészült, ó, itt lesz energia. 3. Nem, nincs akkor van a flotta. Sehol nem látom azt a kurva flottáját. Mindenesetre ezt az űrállomást jól lenne szétverni. Jelenleg ugye 7000-es flotta erővel rendelkezünk. Ami hát nem valami sok, ami ezt illeti. Közben ezt lehetne fejleszteni, valamit próbálok itt alkotni közben. Energiával legalább jobban állunk. Most ugye lefogytunk eléggé flottával. Úgyhogy energiával valamivel jobban állunk most. Kutatás elkészült. Autocannon.
És igen, itt komolyabb ágyukat ki tudok fejleszteni. Két. Mi ez? Ja, ott még a nagy harc megy. Hát itt most próbált minket. Ott a 4,4K-s flotta. Vegyünk vissza. Kutatónkat pedig elszéveljük. Nem kell neki meghalni fölösen. Elég erős ez a flotta, de talán elbírunk vele. Nincs megjavítva. Nincs megjavítva, úgyhogy kevesebb HP-val rendelkezik. Ez ilyen hogy ne tudjon kiugorni, folyamatosan spameljük neki addig. És most meg tudunk indulni. Elméletileg a szövetségesen elbírna vele, én már csak támogató flottának leszek itt. Azok nem érdekelnek az ilyen egyhajó elvesztéses. Megkezdődik a buli végre. Kis hajója nem igen van, szóval egy-egy hajókat fog csak veszíteni folyamatosan, viszont azt ő jobban meg fogja érezni. Az a baj, hogy én vezetem, mivel nekem vannak kis hajóim, én vezetem a csatát, én vagyok az, aki kapja telibe a ládást. Kurva életbe elmenekült. Így soha nem lesz amúgy vége, egy 3 hajót kilőttünk összesen. Ez a halálom. Egyszerűen nem lesz így erőm arra, hogy leverjem őket. Pedig aztán valamit muszáj lesz alkotnom velük. Ami jó viszont, hogy ez a föderáció még mindig telibe szarja a szövetségesét, szóval hát igen, itt a föderációnak a remek rendszere, ezt mai napig nem tudták jól megcsinálni. Elkezdünk itt létrehozni egy második flottát, ami tényleg második flotta lesz, külön fogjuk tartani. Energia és deflektor. Mind defenderekkel fogunk alkalmazni. Energiával rohadt jól állunk, ugye már hát rohadtul megfogytunk. Hova menekülheted vissza? Biffhamra biztos, hogy nem. Ez van még ugrótávba. Ugorjunk nekik akkor, megpróbáljuk megkeresni ezt a rohadt flottát. És nincs itt. Az a helyzet, hogy nincs itt. Ugatral, vagy mi az Isten az? Esetleg. Ugye ide közvetlen ide ugrott, ezen egy bolygó van, csak egy közvetlen távban neki. Hajtóművel úgy sincs, hogy akkorát átugorjon. Hát, az nem az a flotta, amit kerestem. Viszont, ott, ja jó, ez megint az nem az a flotta, amit keresek. De legalább szétverjük itt a tűrállomást, 1,8-as, mind a kettő flotta instant beleugrott. Ami az Isten, ó, mit találtunk még, rengeteg transport, hát azokat szarrá fogjuk lőni. Űrállomást mondjuk, az űrállomás most kapar minket elég rendesen, mert ugye igazából szövetségesen flottája a Heavy, én pedig ilyen golyófogónak hoztam ezeket, kb. Így annyi az előnye az egy idénnek, hogy legalább jó golyófogó flottának. Viszont rohadtul veszítjük a hajókat. Mi a 200-as flottával megtámadta? Jézus. Két-három hajó. Az a baj, hogy ezekkel is elég arra, hogy folyamatosan szétbassza ugye a hajóimat. Folyamatosan basztassa a kutatóhajókat, meg minden. Arra elég ez. És kicsit várunk. Itt fogjuk őrizni a bolygót egyelőre. Zumarát. És közben megpróbáljuk majd a teljesen új flottával. Úba, ezek elkezdtek kínzutálni, remélhetőleg nem fognak azért megtámadni minket. Gyorsabban fogunk lőni az energiafegyverekkel, az hasznos lesz. Igazából akkor eléggé meg fogja dobni a tűzerőnket. Igen, 16 korvettet vesztettünk már megint. Ezért mondom, hogy valamit kéne kezdeni. Ugarlak, vagy hát ennek a bolygóinak ugye a missile a védelmi rendszere is, szóval mindenképpen olyan hajókat is kell gyártanom, amik a missile-okat kilövik. Corvette spamet azt persze fogjuk nyomatni. Hogy állunk? Mit gyártunk?
valamennyi korvettet így tudunk most gyártani, még 10, én azt mondom 20 korvett, és akkor 20 darab Defenderes Destroyert fogunk még gyártani. És kicsit pihenünk, addig a szövetségesem sem igen fog minden mozogni, az egy probléma. De hát ez van. Ott a 3,8-es flottája. Gyengül folyamatosan, az baj én is. Az baj én is folyamatosan gyengülök, de a szövetségesem az erősödik. Szóval hosszú távon nézve nyerésre állunk. Sokkal jobban állunk. És az a baj, hogy nem is igazán lenne haszna annak, hogy a szövetségesem flottája nem, mert én 1v1-ben most már nem tudnám megvédeni a flottámmal a területeimet. És nagyon rá vagyok utalva az ő flottájára. Viszont folyamatosan csapkodja hozzánk őket. Ez olyan szempontból jó, hogy hülye állatja folyamatosan nekünk csapkodja. Én beáldozom azokat a hajókat, azon nem fog múlni. Kutató hajónkat pedig ide hozzuk a környékre csak. Az jó, hogy viszont az ő hajói is folyamatosan hullanak. Sok ilyen 3-4 hajókat fognak ők elveszíteni, de nekünk hosszú távon meg fogja érni. És megint elvesztettek állítom 3-at. 2-t. Fasza. Viszont már csak cruiserek és battleshipek vannak nekik. Egyelőre maradhatott az egész flotta. 14, akkor még 6-ot mindenképp legyártunk ebből. Elnézést, egy gyors telefon volt. Így azzal együtt 14, nem így van meg 14, jó. Utána pedig elkezdjük akkor a Defenderes hajókat, és akkor ezt a pár korvettet meg Destroyert hozzá fogjuk baszni a főflottához. És ez lesz az ilyen kis utánpótlás neki. Nem lesz annyira effektív, de olyan szempontból jó lesz, hogy lesz benne 20 darab elhárító hajó. Ami hát azért elég jó OP lesz hosszú távon nézve is. Hát a szövetségesen flottája még igazából folyamatosan erősödik, szóval ott meg az miatt jó vagyunk. Hát nekem a flottám az viszont ennyi szóval is megviselt. Azt nézem, hogy vannak még ilyen izé hajóim. Ja, mondjuk mindegyik csak Destroyer, meg csak mindegyik osztályból ugye már ilyen szétesett valami. Illetve hát már elég sok kutatásban is le vagyok maradva olyan szempontból, hogy a hajókat felfejleszteni. Plastel armor vagy kerámia armor? Hát plastel azonnal, ez sokkal jobb. Elméletileg talán még az armornak van is értelme a missile-ok ellen. Talán. Állítok gyors még egy ébresztőt, hogy tudjam, hogy nagyjából meddig érek rá. Még egy fél órát azt mondom, hogy lehet nyomatni, mondjuk. Bár lehet, hogy majd annyi időt nem fogok, de még azért kicsit játszunk. A hajók közben elkészültek, és akkor itt most már van egyetlen egy darab Destroyerem is. Gyártunk hozzá még jó párat. A következő hozzácsapás után valószínűleg már hozzá fogjuk mi is csapni a... Amikor hozzánk vágja ugye fejszeszerűen a flottáját, akkor utána már mi is hozzá fogjuk csapni az én flottámat. Kicsit erősödjünk. Erre minden megvan, ott nem nagyon fogok tudni mit csinálni. Erre megvannak a dolgaink. Azok már túlhatár. Jó, hát akkor az építőhajónak egyelőre úgy látom, hogy nincs több dolga. Hát akkor... Nem tudom, következő kutatás mikor lesz? Mert itt mindenképp az épület fenntartását szeretném csökkenteni 18 hónap múlva. És ez mennyit fog számítani energiaügyileg? Hát eléggé sokat, ami azt illeti. Úgyhogy akkor ismételten azért jó pár energiát meg fogunk spórolni. Közben folyamatosan szerezzük a kutatópontokat. Szerencsére ebből valamennyi tapasztalat azt hiszem kap ilyenkor a társunk, vagy hát kutatóhajunk. Így akkor most 6, most már 5, plusz akkor ide van 4.
még egyet majd legyártunk hozzá, és akkor utána hozzá is csapjuk, akkor elég lesz egyelőre csak 10 darab destroyer, csak legyen valami elhárító rendszer a hajóimnak. Közben a szövetség is ugye pakolja ide folyamatosan a flottákat. Onfleethez hozzá csapjuk, és akkor lesz egy második flottám utána. Azt pedig nem tudom, mikor fogjuk gyártani. Energiában most jól állunk, viszont nem biztos, hogy tudok energiát trédelni bárkivel is. Ugye megpróbálok valamit összerakni az ügyben. Ebből kutatópontból elég sok van most már raktáron. Nekem nyersanyagra lenne szükségem, azt nem tudsz adni, te is gyártasz ezerre, értem. Hát igen, ilyenkor azért egy háború az folyamatosan, meg igazából az egész galaxisban mennek a háborúk mindenfele. Nehezen is alakulnak itt a jó viszonyok, ahogy látom. Jó, itt végzett a kutatóhajom. De azt mondom, hogy ne meneküljünk el vele sehova se, ide hátra hozzuk csak. Konstruktor hajónak ugye nincs dolga. Nem nagyon akarják most hozzánk csapni az ellenséges hajókat. Három. Akkor még egyet, akkor ide meg gyártunk, ugye? Így, ilyenből. Szerintem most már feladta a zenemi ezt a hozzánk csapkodja a flottát dolgot. Nem merem viszont hazahozni nagyon a hajókat, pedig muszáj lenne, hogy helyre rakjuk. Gyors hazaugrunk velük, megpróbálok megjavítani minden hajót. Egy rendszerre vagyunk, szóval valószínűleg gyorsan utánuk tudunk ugrani. Annyira nem lesz gáz remélhetőleg a dolog. Az a ugye a destroyernek akkora a tűzereje nincsen. Szóval most oké, hogy itt lesz nekem a plusz 10 destroyer, de annak nincs tűzereje, annak inkább elhárításban van csak szerepe. Ez semmi fegyverzet nincs ezeken. És kicsit gyűjtjük a nyersanyagokat is. Lehet, hogy gyorsan upgrade-eljük is a flottát. Az mondjuk nem lenne egy utolsó dolog. A szövetségesen flottája viszont lelokkolt rólam, elmegy vadászni. Jó, akkor viszont önerőből kell megoldanom most már a dolgokat. Bár lehet, hogy vissza fog lokkolni ránk amúgy. 10 000-es, mi a faszomat csináltatok ti? Hát mind neveled azt a flottát. Rájuk mész? Aha, rájuk megy, jó. Akkor hagyom, hajrá. Játsszál velük. Azonnal vissza is lokkol rám, vagy pedig tovább megy rájuk. Mindjárt kiderül. Mikor készül el a flotta javításom? Szerintem úgy visszamegy rájuk, és nem fognak elmenekülni a hajói. Mivel hogy próbálj visszalőni a bolygót, egy 10 000-es flotta, hát mi a faszomban nevelette ezeket? Hát hülye vagy. És ezt a 10 000-es flottát nem veti be a háborúba, mert hogy velünk foglalkoznak. Közben egy kutatás elkészült. Plusz 10%, az most nagyon kellene. Mondjuk most éppen nem, de értitek. Ti nem terveztek tovább? Nem, visszalokkol ránk, jó. Akkor viszont nekünk kell tovább ugrani. Mindjárt elkészül a flotta javítás, és akkor össze is rakom a flottákat. Készüljél már el? Szövetséges, ez most nagyon várunk ez. Na, gyökkettő kapitány. Jó, így azért most már nekünk is van egy kisebb flottánk, nem erős, de elhárítjuk az ellenséges tüzet. Arra elég amúgy, hogy az 1000-es flottát már mi is megverjük. Rally pointot, jó, nem visz magával egyik se. Elkezdjük gyártani ismételten a korvetteket, ez már külön flottába fog menni. Bár lehet, hogy ehhez lesz tovább csapva ugyanúgy, de megpróbálok egy olyan lehetőséget összerakni, hogy jó, a hajókat kiviszi, de annak nincs is értelme, hogy onnan ki hordja. De különösebben nem érdekelnek most, hogy kivel köt békét, meg hasonlók, azt úgyis látjuk majd, amikor odáig eljutunk, hogy ez érdekelni is fog. Jó, jön a szövetséges flotta. Folyamatos, a háború alatt egy 1000-es vagy 2000-et erősödött az ő flottája. Jó, mondjuk tegyük hozzá, csak én áldoztam be a hajókat. Azért itt elég golyófogó üzemmódban voltunk.
Jó, hogy az a 10.000-es plotta nem áll be. Ezt nem tudnám megverni. Bár nagyon sok olyan hajó van benne, amik ugye ilyen egy-egy osztályok. És ennek is csak ugye nagy hajói vannak. Most mindenki nagyobb hajókat részesíti előnyből, hogy észrevettem. Ja, hogy ezt már ki van fejlesztve, az jó dolog. Akkor kifejlesztjük ezt is. Hát miért ne? És akkor megnyílott előttünk egy üres perk. Ami pedig... Nézzük, milyen perket isunk meg. Transformálás annyira nem fontos. Nagyobb határok az jó lenne. Kutatási sebesség, hát nem szaruk vagyunk kutatásba, így is úgy is. Hát az a baj, hogy ezeknek nem sok értelme van. Ez ilyen űrállomás lenne igazából bármilyen bolyó fölé. Hát max size-emnek nem sok értelme van. Influence cost se sokat számítana. Hát én ebben igazából még a határvidéket látom a leghasznosabbnak jelenleg, mert akkor legalább megnyillan előttünk egy-kettő lehetőség. Ugye kibővült határok, új építkezési lehetőség talán valamennyire. Hát nem sok mindenért jutott be egy a területeinkbe, de azt is meg kell becsülni. Remélem nem megint az én hajóim hullanak csak. Jó, most nem is vesztettünk hajót, viszont az ő hajóiból 5 darab maradt, szóval... És ezt telibe én vertem szét, mert az ellenség... Mert az flotta, szövetséges flotta, az egy kicsit fáziskéséssel reagált, fasza. 10-es... Oké, ott lesz a flottája. Ott lesz a flottája, mert oda állt vissza az egész izéja. Közben gyártunk további hajókat. A Corvette Spamnek is van egyfajta haszna, de azért nem arra kéne építenem mindent. Jó az viszont, hogy itt nem további kutatópontokat tudunk szerezni hosszú távon. Hozzánk képest ezek most már meg vannak gyengülve, viszont ezeknek a flottája mindig erősebb, mint a miénk. Superior hozzánk képest, szóval kb. Az vele egy lévő szinten van. Hát mondjuk most eléggé meg vagyok gyengülve, azért az tény. Nem, itt nincs is flotta. Nincs is űrállomása konkrétan. Jövünk erre tovább. Itt még lehet, hogy lesz egy űrállomás, de azt se építette meg. Ezt a teljes területét szeretném most kipucolni, illetve akkor innen most fogok tovább haladni errefele. Szépen körbe megyek, megpróbáljuk megkeresni ezt a rohadt nagy flottát. Előbb-utóbb meg lesz. Muszáj. Azt mellettünk nem valószínű, hogy el fog férni, mert fogom látni ugye az, hogy hova ugrik a flottája. Illetve minden létező űrállomást útközben szét akarok lőni. Ott elvileg nincsen űrállomás. Ja, meg nem támadási szerződés, abban mindig benne vagyunk. Szerintem most jelenleg rám fér az ilyesmi. Kutatás sebes, vagy kutatás megvan. Most már több hajóm lehet, mondjuk kell is most már visszaállt a flottám olyan szempontból, hogy megvannak a blokkok. Vagyis hát az ezek. Kutatási, vagy hát flotta méretben lehetőségek. Ez ismételtem valamennyi pont, bár nem sok. De szépen haladunk tovább most, errefele. Ott sincs elvileg bolygójuk, de itt már lesz egy. Azt szóval megpróbáljuk azonnal beütni, illetve ide átugrunk, akkor látjuk, hogy ott van-e a flottája. Hát ott van egy flotta, amit én szeretnék akkor most kicsit meggyalázni. Hova a faszomba ugrottál? És hogyan? Átugrunk erre a flottára. Ezt meg kell, hogy öljük most. Ezres flotta nem sok, de van itt egy... Van itt egy űrállomás. Azért a 10.000-es flotta valahogy belépne mellettük. Közöm nem lenne a játékhoz későbbiekbe. Itt lettek még területeim. Milyen? Persze, nem támadunk.
Mintha lenne rá erőm. Ez a kb. Mi nem támadunk meg kategóriai tőletek. Ellenséges flotta, viszont az a nagy flotta az mindig nincs meg. Szerintem már elég sokat vesztett ahhoz, hogy visszameneküljön. Talán. Szerint kéne verni azt a pár cuccot. Jó, megvannak a komolyabb pajzsok. Itt, ami vége lesz a háborúnak, én úgy olyan upgrade-ek nyomok a flottán, hogy beszarás. De addig nem igen van rá lehetőségem. Közben valamennyi hajót nyártunk meg. Az a baj, megint. Ki megy előre golyót fogni? Mi? Bár az a jó, hogy a Defender hajók azért javarészét kilőtték a rakétáinak. Úgyhogy igazából sok mindent nem tudunk benyelni szerencsére. De nem is szenvedtünk semmi kárt. Konkrétan annyira biztos fogni. Ahogy kilövi a lövedéket, már kilőjük mi is a elhárítókat. Folyamatosan gyártja itt a flottát. Még ez már nem fog sokat számítani. Szinte semmi veszteséget nem szenvedtünk, ahogy nézem. Hát egy darab korvett belefér. Az elhárító hajók most fontosabbak amúgy, mint bármelyik korvett. Nézd meg azt, gyere Umar fele. Keressük a flottákat, meg kell találnunk azt a rohadékot. Valószínűleg visszamenek, mint mondom, a területeire. Nem, bazd meg, ez elment mellettünk. Ezt az információt még leközölhette volna velünk a játék. Mert én konkrétan ezt a flottát keresem. De csókodhatom azért. 5000-es flotta már megint. Igen, ez visszajött erősödni. De semmi probléma. Ugye ez most egy rally pointos flotta lesz. És hozzuk ide Borshoz. Idáig kijövünk vele. Hiába lesz rohadt sok rakétája. Szét fogjuk lőni. Annyi elhárító hajót idehozok, hogy társamnak annyi az egy dolga, hogy rongyá lője őket. Én semmit nem fogok beengedni. Egyetlen egy lövedéket sem. Ami egy-kettő ilyen cannon lesz, amire már mi nem vagyunk elég erősek, meg nincs lehetőségünk meglőni vele, azokkal fog tudni csak támadni. Viszont ez most szarrá lövi a flottámat. De nincs itt megszálló ereje. Szóval nem tudja úgyse visszalőni. Jaj, a csillagtérkép az mindig jelent. Közben ugye ideért a másik flottám is, ami ismételten csak elhárító hajót tartalmaz szinte. Jó, ezeket ki tudjuk lőni, nézzük mennyi jut be. Hát még azért jut be jó pár. Még ahhoz képest háromszor nagyobb flottája van. Elég sokat vissza tudtunk lőni. Így elkezdtek hullani a hajó, nagyon-nagyon durván. Oldalra mondjuk bele fog csattanni az elhárító flottám. Az a baj, nekem kell kezdeményezem a harcot, viszont kezdeményező fegyverzetem nincsen. Megint elmenekült, beszarok ezen a csávon. 14 hajót elvesztettem, ők 5-öt. Kurva életbe. Egyesítjük a flottákat. Egyesítjük a flottákat, nekik zúzunk a fő területeinek. Amiket kijelöltünk, célpontokat, én azoknak most neki akarok menni. Nem fogjuk húzni az időt tovább. Mert ez amúgy egy végtelen háború lesz, így a Corvesspe meg kell, meg mindenne. Olyan hatalmas erővel bírok, ez hihetetlen. Olyan van flottám. Kunyit is szabadkot jelöltem ki neked, mehetsz oda. PSC Warrior. És ez lesz az egyesített flotta, ehhez mérten gyertek így ide. Ez már egy ilyen újabb flotta lesz, aminek nem tudom milyen haszna lesz a későbbiekben. Ha elviszik teljesen a flottám, akkor építem ezt ide, kb. Hát ezekkel se leszünk jóba.
az egyszerűen nem bírok fogást találni rajtuk, mert nekem nincs akkora flottám, hogy azzal bármit tudja kezdeni, bár most egy kicsit erősödtünk, de igazából csak Defender hajókkal. Egy-kettő torpedó korvettem van, de hát most azokkal mit érek el 3 darabba. Most vagy erre menekül vissza a flottája, vagy közvetlenül ide vissza spawnolt. Nem tudom, de meg kell fogni. Nincs egyszerűen lehetőségünk ezzel most már szórakozni, hogy hétig kergetem megint. Bár a Warscore-ban amúgy jól állunk olyan szempontból, hogy folyamatosan szerezzük a pontokat. Ez most például 15 pontot ért ez a harca, úgy látom, vagy látom, nem ez volt. Itt a búzinak a flottája, 7000-es erő volt, elmenekült. Azzal lendülettel is menekült. Nem, várja. Ja nem, az a szövetséges flotta, azok 7000-es erője van már. Én beszarok ezen a csávon. Én még itt áldozom be folyamatosan a hajókat. Ő szerintem talán ha vesztett 20 hajót az egész harcba. Meg sem néztem, hogy ott volt-e amúgy ürállomás, na mindegy. Itt viszont van. Itt viszont van, úgyhogy nekik zúzunk. Elfoglaljuk a bolygót. Valamint, hát remélhetően mi, hogy ez a te bolygód lesz. Ide fárad a transport flottád is. Ilyen elfoglalásként. Mert most már rá fogom bízni, hogy elfoglalja a bolygót, vagy sem. Én meg akarom verni őket. Ezek kik az istenek. Ezek mindenképpen gyengébb faj, valószínűleg fölemelkedett faj csak. Nem annyira fogok velük foglalkozni igazából úgy hosszú távon, szerintem. Itteni flottát viszont egyesítjük, ezt a 5 hajót, mindez. És, ja, ő lesz a rally point. El kéne kezdenem gyártani akkor ismételten a kis szar korvetteket, meg destroyereket, meg mindent. Az a baj, hogy kurva lassú a flottája, beszarok rajta, hogy milyen rohadt lassú. Ó, itt a flottája az eneminek. Rohadtul lassú az a szövetségesen flottája. Mire ő beír, én már háromszor levezényeltem a háborút. Ilyen komolyokban azok begyújtják a segrakétát, azt jönnek 620-a. Na, itt viszont most hagyjuk, hogy ők az ellenség kezdeményezze a csatát. Meg hát a szövetségeseink. Ugye korvettek sokkal gyorsabbak, egyszerűen nem bírják velünk tartani a lépést a szövetségeseink. Jó, megkezdődött a harc, és végre nem én vagyok az, aki a fronton van. Ez most sokat fog számítani. Egyrészt nem az van, hogy az én hajóim ugranak ezerre, ugye? Másrésztről a szövetségesemnek a flottája jóval nagyobb a tűt. Mondjuk most csak 2 destroyer pusztult el tőlük. Ami hát ismételten egy ilyen kicsit nevetségesebb dolognak számít. Pedig aztán hullottak mind az állat, de mindegy. Elfoglaljuk ezt a bolygót viszont. Kikényszerítjük őket, hogy akkor próbálják meg a saját területüket védeni. Az ellenséges területeket már meg sem tudják tartani. Ezt meg hány hétig fogod lőni ezzel a tempóval? Nincs akkora tűzereje, hogy szétlője a bolygónak a védelmét? Aha, nem tudja egyszerűen tartani se. Ha jó, akkor ezzel játszik egy 2-3 évig itt. Ha már nagyon szorú áll a flotta, vagy a bolygó, akkor fogok idehozni hajókat. Hozom ki 1-2 cruisert is. Nem sokat, de 1-2-t azért szeretnek abból is gyártani. Közben nézzük, hogy állnak itt a fő flották. Bolygó elpusztítása szempontjából. Azt a kurva, mi van itt. Hát ez megveszett. Saját faját azt rabszolgásította? Aha, saját faját rabszolgásította. Jó, hát legalább meg fogják szokni, mikor rabszolgasorba kerülni. Bár a szövetségesen mi lesz ez a bolygójuk, nem tudom, hogy mennyire fognak rabszolgasorba taszítani tőlük bárkit is. Mindenesetre remélhetőleg ez a transport flottát el szeretnéd indítani. Látom rajtad, hogy el szeretnéd indítani. Egyre erősödik amúgy az itteni flotta. Úgyhogy azzal valamit jó lenne kezdeni. Nincs elhárító rendszere amúgy ezeknek, és a második flottával valószínűleg már csak ővelük kell harcolni. Ezenek flottáját ezt így most lefogom azzal, hogy a saját területeiket támadjuk már. Egy kicsit előrébb tudtunk lépni, viszont így már lehet, hogy szét tudja lőni a
Z-kat is. A bolygónak a védelmét. Mindjárt meglátjuk, hogy mennyire sérült a bolygó. De nem, mert ez működik hülye. Itt bevágolt, hogy faszom tudja. Én hagyom egyelőre, hadd bevágolgasson. Pár darab izéje van, csak itt hajója. Különösebben nem érdekel engem. Transportflottát nem hozod véletlenül? Már lassan indulhatna. Tök véletlenül. Szeretném, hogyha bevenné a társam azt a bolygót, mert én akkor a sereggel nem fogok neki menni, amekkora nekem van, főleg úgy, hogy most letartják. És miből áll ez a flotta? Ennek most már annyira a defenderek nem kellene, mivel hogy ezt most egy olyan ellenféle fog szembenézni, ugye, aki nem nagyon ágyukkal operál. Fire rate, legyen fire rate-es. A második flotta. Inkább ennek rendes fegyverzetre van szüksége már. Jó, a bolygónak már nincs védelme, úgyhogy elvileg most már kellett, hogy indítsa a transport flottáját. Ha ott van a 15 transport azonnal. Meg itt van még 16. Igen, nem, az csak a 16. transport. 15 transporttal... Hol vannak? Elvesznek a tömegbe? Ja, ott van. Nem, ez csak egy darab transporthajó. Annyira nem sok esélye van. Egyesével spameli, ahogy látom ide. Jó, hát nekem az is jó, hogy pár hét alatt szedi össze itt a flottát. Ott a kurva nagy flottája annak a gecinek. Elnézést a szóhasználatért. Visszamenekültek idáig. Akkor most megint szétverjük őket, ezt megint jövünk ide. Egyelőre csak ideálljunk. Ezt a flottát már akkor sem fogom összerakni, vagy bevetni egyelőre. Ez már külön flottaként fog üzemelni. Energiában megint mínuszba vagyunk már, úgyhogy kicsit költségesebb a dolog, de csak az miatt, mert hogy már alapból a mínuszban van az egész gazdaságunk jelenleg. Ugye túl nagy a flotta. Gróadéknak még nem nagyon fogynak a hajói. Destroyert meg korvettet szinte mindig elveszíti az összeset, de nagyobb hajó egyszerűen nem bír lehullani az égről neki. Viszont az a jó, hogy már ők is gyengébbek, mint a szövetségeseink. Igazából egy flotta upgrade-e lehet többre mennék. Mint hogy itt folyamatosan spammelem ezeket a szutykókat most már. Elavultak nagyon a hajóink. Bár most azt nézzük, ott van még egy 2000-es flottája neki, 2500-as flottája neki is. 7, hát basszus, azért az megint egy erősebb flotta. 5. 7800. Necces lesz az arc. Behozzuk ide őket is. Muszáj, mert basszus, ezek megint ide vágtak nekünk egy jó adag erősítést. Tudom, két nagy hatalom harcol, ugye? Ők, meg kettő támogató. Hiába én kezdeményeztem a harcot, én most csak támogató szerepben vagyok, nagyon erős még mindig. Ezeket egyből vezényeljük is ezeknek neki. Hát végülis 4000-es előtt megint én is összepakoltam valahogy. Ne. Társam még nem lépett be. Nem jó ez így. Ő még ott nézi a mozizást. Jó, elvileg szét fogjuk tudni lőni a rakéták szömét. Túl gyors a hajó igazából. Túl gyors a hajó is. Egyszerűen nem bírunk olyan gyorsan tüzelni. Hullunk, mint a legyek, bazdmeg. Induljál már el! Na. Á, szétverték a flottámat. De... mi is adtunk azért nekik bőven. Ez baj, ezek itt hátul elfekszenek. Semmi különösebb haszon. Oda-arról bele... nem tudunk belecsattani a flottába, fasza.
Egy 3000-es erő mit van, de hát megint kivesztett vajon kurva sok hajót, még az enemiből, a fő flottás enemiből s egy darab hajó nem esett le az égről már megint. Ez a halálom. Ezt is értem egyáltalán, hogy sikerül így összehozni. Ugye kiszerelem a motort a hajóimból, komolyan mondom, csak ne kelljen már mindig hozzávágni. Viszont ezt a kapitányt fogom cserélni, vagy használni. És korvetteket vesztett 9-et, én vagy 40 hajót elvesztettem már megint. Na jó, viszont srácok, én nem mondom vagyok, hogy innen, itt lenne a videó vége, nagyjából. Köszönöm a figyelmet, legalább beleugrottunk már a harcba, bár szerintem ez a háború még egy-két részen keresztül le fog folyni, mire egyáltalán sikerül valamilyen fogást találni itt az ellenséges flottán. Nem tudom, hogy egyáltalán hogyan sikerül ezt így megoldani, mert az a baj, hogy én nem tudom úgy vezetni a harcot, hogy flottám egészben maradjon, és be tudjam tölteni a támogató és a főszerepet is. Az baj, hogy nekem egyelőre korvetre van lehetőségem többnyire építeni, meg az ilyen destroyerekre, amik hasznosak, de hullanak mind a legyek. Társam meg hát hátul mozizik, és onnan néha a sznájpolgatja a hajóit, de egyszerűen nincs akkora tűzereje, hogy azzal bármit tudunk tenni. Lehet, hogy azt kell csinálnunk, hogy full Crusader meg Battleship flottát létrehozni, és azzal ütközni meg, mert ott a társam akkor úgy követne, hogy egy helyen lennék vele, és hirtelen akkor a tűzerőt tudnék kiosztani, talán, hogy lenne értelme. No de, ez már a jövő zenéje lesz. Köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó. Igen, egy lájkot rá, és találkozunk a folytatásban. Sziasztok!